Amikor az MT-09-emet eladtam, ha jól tudom, akkor kitettem róla egy kerekezős képet, hogy ez pedig már az új gazdája fogja nem sokára átvenni a motort, és voltak, akik félreértelmezték, hogy az új gazdája azonnal így megy vele, persze, valamikor januárban vagy decemberben adtam át a motort, persze, és akkor közben búzamező van a háttérben, meg ilyen, na mindegy. Jött egy komment, szakmailag abszolút megalapozott és körüljárt sztori volt, egy kerekezős MT 09 a képen. Sportkipufogó egy kerék. Sokáig nem fog menni. Csontszéria volt a motor. Tehát nem is azt az oldalát mutatja a képen, ahol van kipufogó, de ő már megállapította egy fotóról, hogy sportkipufogó van rajta. Sose volt. Csontszériába hagytam az egész motort úgy, ahogy volt. Futómű lett rajta fejlesztve, meg kormánygátló, meg ilyenek. Se a kipufogózózányja nem nyúltam semmihez konkrétan. Egy kerék. Sokáig nem fog menni. Aztán még nem. More. Nyilván van az a fajta egykerekezési mód, ahogy én nem tudok egykerekezni, amikor fölfúzott gyertyába, és kimész a világból úgy, hogy mész 50-nel egykeréken. Na, az a kontrollált egykerekezést azt én nem tudom megcsinálni, rengeteg gyakorlást igényel, egy-két motort meg egy-két csontot össze kell hozzá törni, hogy ez jól menjen, és nekem más dolgok a fontosabbak, nem is ez a lényeg. Na, ott tönkre lehet tenni egy motort, amikor valaki fél órán keresztül megy egykeréken, mert az olajzás esetleg, ha nincs átalakítva, régen, akik nagyon jól megtanultak egykerekezgetni, jellemzően akkor átalakították az olajzást, hogy ne az legyen, hogy nem kapnak a csapágyok megfelelő kenést, és ezért a blokkba beletettek plusz olyan kis olaj megoldásokat, hogy folyamatosan locsolták a csapágyakra az olajat, és akkor nem állt be a blokk. De amikor így fölveszed, és 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 másodpercet, ott az még nem megy tönkre. Ott az olajnak nincs ideje arra, hogy lefittyenjen a blokknak az oldalára, aljára, és elhagyja azt a részt, ahol kennie kell. Remélem megnyugodtál. Sportkipufogós egy kerék. Sokáig nem fog menni.